Közgyűlés pénzügyi támogatásokról, újabb térfigyelőkről is döntöttek. Felkészülés a térről, esetleges rendkívüli időjárási körülményekről értekeztek. Ösztöndíj, 4 egyetemista kap anyagi támogatást. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A választásokat követő alakuló ülés utáni első közgyűlést tartották csütörtökön a Városházán. A képviselők döntöttek újabb térfigyelő kamerák elhelyezéséről, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról, valamint arról is, hogy a komplexen felújított Bújtosi Városliget sétánya a néhai díszpolgár Margócsi József nevét veszi fel. Emellett tájékoztatót hallgattak meg a tankerületi központ és a szakképzési centrum tevékenységét, és az is kiderült, megújulhat az aranyiskola tanúszodája. Bár az alakuló közgyűlést 2 héttel ezelőtt megtartották, de az egyik külső bizottsági tag akkor nem tudott jelen lenni, így ünnepélyes pillanatokkal. Andó Károly eskütételével kezdődött az új önkormányzati ciklus első közgyűlése. Bizottsági tagsági tisztségemből eredő Nyíregyháza fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Az első napi rendi pont a szokott módon a 2 közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztató volt, melynek alapját a Nyíregyházi Televízió által készített kisfilm adta, amit dr. Kovács Ferenc polgármester friss, kedvező információkkal egészített ki. Örömmel tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy az EMMI kultúrájét felelős államtitkárság tájékoztatása szerint 2 pályázatot nyertünk. Az egyik a 2019. évi Kubinyi Ágoston program keretében a múzeumunk 21.943.000 forintot nyert a Pécsi Kovács gyűjtemény egy gyűjtő világa címmel történő új állandó kiállításon történő bemutatására. A másik pályázat is a múzeumhoz kapcsolódik. A járásszékely múzeumok támogatása keretében 3.940.000 forint, amiből a József András Múzeum elszívó és párásító berendezést tud megvalósítani, valamint a raktáros salgóport rendszer vásárlását. Még e napi rendi pont kapcsán Jeszenszky András kért szót, aki miután megköszönte az ellenzéki képviselők nevében a választók bizalmát, bejelentette, hogy a 8 szervezetből álló tömörülés közös frakciót alkot. Szeretném azt bejelenteni, hogy a 8 szervezet közös döntése alapján egységes frakciót alakítunk itt a közgyűlésben, amelyet Szövetségben Nyíregyházáért néven elnevezve közösen együtt kívánunk politizálni az elkövetkező ciklusban, tehát ebben a 2019-24-es ciklusban, és annak a szavazataránynak megfelelően azzal a felelősséggel is, amellyel a választók minket kitüntettek, tehát mind a közgyűlésben, mind a közéletben, mind pedig a mindennapokban a képviselőink felelősséget vállalva kívánják a Nyíregyháza érdekében a tevékenységüket folytatni, még egyszer, ahogy mondtam, közösen egy frakcióban. A harmadik ciklus óta továbbra is városvezető Fidesz-KDNP frakció nevében dr. Adorján Gusztáv is megköszönte a választók bizalmát, és azt ígérte, azon az úton mennek majd tovább, mint az előző 9 évben. A frakcióvezető szerint nem valók fölösleges politikai csatározások a közgyűlésbe. Az a felhatalmazás, amit kaptunk, és mint városvezető frakció maradhattunk, ez nekünk egy nagyon komoly támogatást, egy nagyon komoly biztatást jelent a jövőre nézve. Én arra kérem a frakciótársaimat, illetve az ellenzéki frakció tagjait, és most már összeállt egy frakciót illetően, hogy mindig Nyíregyháza lebegjen a szemünk előtt. Nekünk mindig is az elmúlt időszakban, ezt polgármester úr számtalanszor elmondta a közgyűléseken, és én erre szeretnék emlékeztetni minden városlakót, meg mindenkit, hogy mi itt Nyíregyházáért dolgozunk. Nyíregyháza a mi közvetlen otthonunk, amit mi nagyon szeretünk, és hát mint egészséges lokálpatriotizmussal megáldott emberek, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Én azt szeretném kérni, hogy előre nézzünk, előre tekintsünk, és a felszólalásainkban is mindig Nyíregyházát tartsuk legfontosabbnak.
Elsőként a Nyíregyházi Tankerületi Központ, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és tanévindításáról kaptak tájékoztatást a képviselők. A kialakult vitában az ellenzéki Babosi György az oktatás minőségét értékelő mérési rendszerről érdeklődött. Felmerült bennem az a kérdés, hogy önöknek van-e valamilyen rendszere, vagy vannak-e olyan mérőszámaik arra, ami visszacsatolást az ott dolgozóktól és a diákoktól. És hogyha vannak, akkor erről mit lehet tudni, ha nincsenek, akkor miért nincsenek, és tervezik-e azt, hogy valamilyen visszacsatolás formájában az emberek, vagy illetve az ott dolgozók és tanulók véleményét is becsatornázzák ezekbe a tájékoztatóból. A városvezető Fidesz-KDNP frakció nevében, mint gyakorló intézményvezető Bajnai Kornél jelezte, vannak folyamatos visszacsatolások, minden iskolában működik ilyen rendszer, majd cselekvési terveket készítenek ezek alapján. Minden intézmény méri a saját elégedettséget, a saját munkájával szemben és minden mással. Megmérjük a gyermekeket, megkérdezzük őket név nélkül, megkérdezzük a kedves szülőket név nélkül, megkérdezzük a pedagógusokat név nélkül, és ők elmondhatják a problémáikat, panaszaikat. A szintén ellenzéki dr. Újhelyi János pedig jelezte, a leírt anyagban kapotthoz képest szerinte komoly nehézségek vannak, például az óvoda érés, óvodába menés, tankötelezettség szabályozása kapcsán. Azt gondolnám, egyetértve a Babosi képviselő társammal is, hogy a valóságot is meg kellene fogalmazni, mert komoly nehézségek vannak mind a három szinten. A képviselők közül többen meg is köszönték a Nyíregyházi Tankerületi Központ részletes tájékoztatóját. Egyben megjegyezték, ritka az a város, amelyik így figyel az oktatására, hogy közgyűlésen tartja a témát, noha az önkormányzat nem fenntartója, hanem tulajdonosa az iskoláknak. A képviselő úr felvetései túlmutatnak az önkormányzat jogalkotási hatáskörén, tehát olyan jogi hiányosságokat vetett fel képviselő úr végrehajtási rendeletre vonatkozóan, ami ugye nem ezen testületnek a hatáskörébe tartozik. Úgyhogy erre vonatkozóan én úgy gondolom, hogy a jelenlévő városvezetés, illetve a jelenlévő képviselők semmilyen körülmények között nem tudnak választ adni, de ahogy mondtam, ez a beszámoló tartalmában, felépítésében, tárgyában teljes mértékben egyhangú támogatást kapott az illetékes szakbizottságnak. A tájékoztatóból kiderült, hogy Nyíregyházán 15 nevelési oktatási intézmény 29 feladatellátási helye tartozik a tankerülethez. Az alap- és középfokú intézményekben a városban 10.579 diák tanul. Az intézményeik felújítása, karbantartása saját költségvetési és pályázati forrásból valósult meg. Több mint 350 millió forintot tudott a tankerületi központ ebben az évben a költségvetéséből Nyíregyháza intézményhálózatának korszerűsítésére, a tanulók számára egészségesebb, biztonságosabb, jobb körülményeket teremtve fordítani, és ez látszik is az intézményeinken. A beruházás sorozat a középiskolák közül a Krúdit, a Kölcseit, a Művészetit érintette, de jutott az Arany, a Kazinci, a Móric és a Ridens részleges felújítása mellett a pedagógiai szakszolgálat megyei szakértőbizottságának méltó elhelyezésére is. Rendhagyóan indult a tanév a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban, hiszen az országos szakképzési tanévnyitót az intézmény székhelyén tartották. A centrum több rendezvénnyel népszerűsítette a szakképzést, melynek területén új intézményi formák jelennek meg jövő szeptembertől. 10 intézményükben, melyből 8 Nyíregyházán működik, több mint 7000-en tanulnak, másfél ezeren felnőtt oktatásban vesznek részt. Az intézmény főigazgatója, Gurbáné Pap Mária megköszönte az önkormányzatnak az intézményeik felújítása kapcsán nyújtott segítséget, és jelezte, tudják mekkora a felelősségük a szakképzéssel a város és a térség gazdaság fejlesztésében. Én szeretném megköszönni azt a segítséget, amit Nyíregyháza megyei-város önkormányzata nyújtott ahhoz, hogy olyan közvetlen kapcsolat alakuljon ki a térségben a kis- és középvállalkozásokkal és nagyvállalatokkal, amely most van, és szeretném kérni mindannyiójuk személyes segítségét és támogatását abban, hogy a duális képzés a külső gyakorlaton a tanulók létszámának a növelése minél hamarabb megtörténjen.
A közgyűlés idén 7,5 millió forintos keretet biztosít a generációk együttműködését segítő karácsonyi rendezvények lebonyolítására, melyre november 10-ig pályázhattak a helyi önszerveződő közösségek. Ez alapján összesen 106 programot támogattak a képviselők a Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság javaslata alapján. A szervezők között egyaránt van szociális, egészségügyi és köznevelési tevékenységet végző nyugdíjas egyesület és gyermekeket, betegeket támogató alapítvány, valamint kulturális egyesület, és elsősorban rászorulók számára nyújtott ajándékozás, ünnepség, műsorok, ételosztás valósulnak meg belőle. Újabb 6 fix térfigyelő kamera elhelyezését javasolja az önkormányzat ezúttal a nyírszőlősi városrészben, így megfigyelhetővé válik a Szőlőskert utca, a Kollégium utca, valamint az itt található sportpálya, mely fontos élettere a helyieknek. Néhány közterület elnevezéséről, illetve megerősítéséről is döntöttek, előzetesen egyeztetve a városvédőkkel és egy nyelvésszel is. Eszerint a teljes rekonstrukción átesett Bújtosi Városliget területén a Nagykörút északkeleti oldalán elhelyezkedő 2 nagy tavat elválasztó, illetve a tavak közötti szigetet átszelő sétány Margócsi Józsefről kapta a nevét. A levéltár kezdeményezésére történő névadás méltó tisztelgés a város néhai díszpolgára, lelkes lokálpatriótája előtt születésének 100. évfordulóján. Módosította az önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet is. A javaslat alapján 2020-ra 25 millió forintot állapítottak meg, melyet saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Aranyiskola tanúszodája fejlesztéséhez nyújtott sportlétesítmény fejlesztési támogatás második üteméhez, az elkészült tervek alapján kiegészítő forrás bevonása vált szükségessé, amelyet az EMMI 60 millió forint értékben biztosít. Megyénkben is felkészültek a térre az esetleges rendkívüli időjárási körülményekre, hangzott el a katasztrófavédelmi igazgatóságon. Egyeztetésre, értekezésre hívták a Megyei Védelmi Bizottság elnökét, valamint azokat a társrendvédelmi szerveket, szervezeteket, társaságokat és magánszemélyeket, akik részt vehetnek egy-egy téli katasztrófa helyzet kezelésében, felszámolásában. 2017. februárjában árvízvédelmi készültség volt a Felső-Tiszán, jelentős jégtorlódással is meg kellett küzdeniük többek között a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársainak. Idén év elején is akadt feladata többek között a Nyírvévének és a Magyar Közútnak is, folyamatosan járták az utakat a hókotrók, hótolók, január közepén többször is adtak ki elsőfokú riasztást megyénkre, bőven fagypont alatti hőmérséklet és jelentős mennyiségű hó volt térségünkben. Ezekhez hasonló helyzetekre, esetleges rendkívüli téli időjárási körülményekre készültek fel megyénkben, a katasztrófavédelmi igazgatóság egyeztetésre hívta a Megyei Védelmi Bizottság elnökét, valamint azokat a társrendvédelmi szerveket, szervezeteket, társaságokat és magánszemélyeket, akik részt vehetnek egy-egy téli katasztrófa helyzet kezelésében, felszámolásában. Ezek is az elmúlt évek tapasztalatai azok azt mutatják, hogy szükség is van kellő felkészültségre, szükség van arra, hogy veszélyhelyzet esetén, komolyabb hóhelyzet, hófúvások esetén megfelelő hatékonysággal tudjanak az állami szervezetek beavatkozni. Ennek a megbeszélésnek tulajdonképpen a célja az, hogy a felkészültség állapotát a Megyei Védelmi Bizottság elnökeként jó magam is megtekintsem, és azok a nyitott kérdések, amik még esetleg lehetnek, azok a kérdések lezárásra kerüljenek. Nyilvánvalóan lehetnek olyan helyzetek, szituációk, ami olyan rendkívüli helyzet, amikor az eszközigény az lassabban tudja teljesíteni a hóeltakarítási feladatokat. Ilyenkor megvannak a prioritások. Természetesen ilyenkor az a prioritás, hogy azokon a helyeken történnek a beavatkozások, ahol valamilyen emberi élet vagy a javak vannak veszélyben, illetve hát nyilvánvalóan a szakemberek ezt nagyon jól tudják, hogy melyek azok a közlekedési csomópontok, amikre kiemelten oda kell figyelni ahhoz, hogy a közlekedés is helyre tudjon adott szituációban állni. Az értekezleten elhangzott, közel 4 évvel ezelőtt egy életmentő konvojt is létrehoztak megyénkben, amely rendkívüli téli időjárás esetén vethető be. Előfordulnak olyan helyzetek, amikor a hóval lezárt településre a lakosság alapellátása érdekében élelmiszert, gyógyszert kell kivinni, vagy ne adj Isten olyan beteg bejelentés érkezik a
mentőkhöz, hogy nem tudnak kimenni a mentők, vagy ne adj Isten bűncselekmény történik egy településen, akkor ennek az életmentő konvojnak a részlegei összeállnak, és utat törnek úgymond a hóba, hogy ezeket a helyzeteket meg tudjuk oldani. Az értekezleten kiemelték a kockázati helyszínek felmérése és többek között a mentőosztagok, a technikai eszközök összeírása, ellenőrzése is megtörtént már, folyamatosan fejlesztik a kommunikációs eszközöket és felülvizsgálták már a védőruházatokat, felszereléseket, valamint több gyakorlatot is tartottak már. Csütörtökön adta át a Nyíregyházi Egyetem rektora az intézmény 4 diákjának megítélt nemzeti felsőoktatási ösztöndíj dokumentumait. Az anyagi támogatás 10 hónapra 40-40 ezer forint ösztöndíjat jelent. Csurka Evelin, Janurik Tíme, a Kis Tamás és Krasznai Brigitta Melinda, a Nyíregyházi Egyetem 4 hallgatója, akik az egyetem rektorától vették át a 2019-20-as tanévre odaítélt nemzeti ösztöndíjuk oklevelét. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy újabb 4 hallgatónk kapta meg a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Ez régen úgy hívták, talán ez jobban benne van a köztudatban, hogy köztársasági ösztöndíj, mert ez azt jelenti, hogy ide csak ezt az ösztöndíjat csak a nagyon kiemelkedő tanulók kapják meg. Nálunk 3 osztatlan tanárszakos és 1 gazdálkodásmenedzsment szakos hallgató kapja meg most ezt az ösztöndíjat. Kiváló tanulmányi eredmények, ezentúl szakmai tudományos és közéleti területen végzett kimagasló munka döntött az elbírálásnál. Nagyon boldog vagyok, ugyanis én már másodjára kaptam meg ezt az ösztöndíjat, amit ugyanis a kiválóak közül is csak a kiválóak kaphatnak meg. Nagyon szigorúak a feltételek. 1 éven keresztül 4-esnél kisebb átlagot nem lehet szerezni, illetve a fél éves átlag is 4,51-nél nagyobb kell, hogy legyen. Ezen belül különböző konferenciákon kell részt venni, TDK munkában kell jeleskedni. A parlagfő pollen koncentrációját vizsgálta egy csapat tagjaként Nyíregyháza légkörében, illetve genetikai kutatásokat végzett a parti fecskék véréből kivont DNS-sel, hogy mi lesz Melinda, biológia tanár. A helyi tudományos diákköri konferenciáról jutott a pécsi országos versenyre egy másik gazdálkodás és menedzsment szakos ösztöndíjas hallgató. Ő a kapcsolati tőke vállalati aspektusait vizsgálta és közgazdásznak készül, már be is osztotta az ösztöndíját. Szabad felhasználású, de a tanulmányaimra fogom költeni. Januártól szeretnék különböző képzéseket kezdeni, és szeptembertől a mesterképzést is szeretném elkezdeni, úgyhogy lesz hova tenni. A matematika-fizika szakos Kis Tamás a levegő radon koncentrációjának meghatározásával, illetve a vízszint süllyedés következményeivel foglalkozik. Janurik Tíme, a énekzene népzene szakos hallgató szintén második alkalommal nyerte el az ösztöndíjat. A Nyíregyházi Egyetemen készülnek a november 27-ére szervezett úgynevezett élménynapra, mely a felvételi jelentkezés előtt enged középiskolás diák és szülő számára betekintést az intézménybe. A rektor szerint más egyetemekhez, főiskolákhoz hasonlóan Nyíregyházán is megnyugvással vették a nyelvvizsga bemeneti követelményének eltörlését, mely vélhetően nem stagnáló, hanem emelkedő hallgatói létszámot jelent majd a Nyíregyházi Egyetemen. Különleges vándorkiállítás érkezett a Pál Gyula terembe. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Gyalogost ütöttek el szerda este a Korányi Frigyes utca egyik kijelölt gyalogos átkelőhelyén. A gyalogos megsérült, őt a mentők kórházba szállították, a rendőrség egyelőre vizsgálja a körülményeket. Baleset történt szerda este a Fészek utcai körforgalomnál, egy személygépkocsi fékezett, egy gyalogost engedett át a kijelölt átkelőhelyen, ám az autó mögött érkező robogós erre nem reagált időben, így az autó hátuljának csapódott, a robogós megsérült, kórházba szállították. Két autó ütközött csütörtök reggel a Törzs utcánál, a baleset vélhetően elsőbségadás elmulasztása miatt történt, az anyagi kár jelentős volt. Baleset történt a Törzs utca és a Pazonyi út kereszteződésénél, 2 haszonjármű ütközött. Egy személygépkocsi nem adott elsőbséget az egyik haszonjárműnek, amelynek sofőrje, hogy elkerülje az ütközést, elrántotta a kormányt, ám egy szemközti másik haszonjárműnek csapódott. Jelzőlámpa oszlopnak hajtott hajnalban egy ismeretlen jármű a 4-es huszárok és a 4-es főút találkozásánál, egyelőre keresik az elkövetőt.
Különleges vándorkiállítás érkezett a Pál Gyula terembe. A Szentpölten, Brünn, Heidenheim, Leszno, Maribor és Nyíregyháza művészeinek alkotásaiból válogatott tárlat december 14-éig látogatható. A megnyitón jelen volt többek között az Osztrák Kulturális Fórum budapesti igazgatója, Bajnai Kornél önkormányzati képviselő és dr. Barabás László, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja is. November végén rangos terem labdarúgó tornát rendeznek a megyében, többek között a Diósgyőr, a Debrecen és a Nyíregyháza öreg fiúk csapata is pályára lép. Januárban már a Kelet-Magyarország Eiszman kupa következik, 36 gárda részvételével. 15 évvel ezelőtt rendezték meg először a Kelet-Magyarország Eiszman kupa teremlabdarúgó tornát, nagy sikere volt és komoly rangot szerzett magának. 2020. január 3-a és 5-e között ismét megrendezik a pénzdíjas versenyt a Continental Arénában, melynek összdíjazása 500 ezer forint. 36 csapattal készülünk a 15. tornára, és bízom benne, hogy ez pillanatokat meg lesz, hiszen 16-17 csapat már regisztrálta magát, még meg sem hirdettük a tornát. A megye különböző pontjairól jönnek hozzánk, ugye a városi bajnokság résztvevőjéből szintén sokan jelezték, de jönnek megyén kívüli csapatok is, általában 5-6 megyéből érkeznek hozzánk csapatok, és én bízom benne, hogy ez most is pillanatok alatt meg fog telni. A csapatokat 4-es csoportokba sorolják, és a csoportmeccsek után jön a kieséses szakasz, majd 5-én a helyosztók. A torna különleges lesz, mert első alkalommal női csapatok is pályára lépnek egy gála meccsen. Bízunk benne, hogy a következő 15 évben hasonlóképpen lesz, és még nagyobb rendezvényé fog tudni ezt kinőni. Ezért is terveztünk egy plusz eseményt ebbe a tornába. Ugye terveztünk mindig is egy plusz betétprogramot, amivel a nézőket még inkább be tudnánk vonzani a csodaszép Continental Arénába. Most kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha nem csak fiúk fociznának, hanem lányok is, hát ők is tudnak. És ugye a szomszédvár rangadóval egy Debrecen-Nyíregyháza az mindig vonzza az embereket, mindig szeretnék ezt megnézni, ez egy jó esemény, remélhetőleg egy egészséges párharc. És most a lányok fogják megmutatni, hogy hogyan is működnek, ők hogy tudnak focizni. Harmadik alkalommal rendezik meg a Diego Kupa teremlabdarúgó tornát. 35 év feletti játékosok léphetnek pályára november 29-e és december 1-e között Újfehértón. 24 csapat nevezését fogadják el a szervezők, 20 gárda pedig már jelezte részvételi szándékát. Azért az egész mezőnek 70% NB-s focist, és nagyon sok NB1-es játékos van benne. Ugye van benne válogatott játékos is, és elég nagy érdeklődéssel jönnek, tehát nem kis csapatok lesznek. Én úgy gondolom, hogy ezért kell dolgoznunk, hogy azért őket se felejtsük el, hogy voltak. Érkezik együttes Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából, hazánkból pedig Pécsről, Székesfehérvárról, Debrecenből, Miskolcról és Nyíregyházáról is. A Loki egykori labdarúgói közül Kerekes Dombi és Bogdanovics, a Diósgyőrből Vitelki, a Spariból Szatkegönc Ádámszki is játszik majd. A verseny pénzdíjas, 180 ezer forint az összdíjazás, a legjobb 4 mellett jutalmazzák a legjobb kapust, mezőnyjátékost és a gólkirályt is. És most nézzük főbb híreinket még egyszer, néhány mondatban. Közgyűlés. A képviselők döntöttek újabb térfigyelő kamerák elhelyezéséről, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról, valamint arról is, hogy a komplexen felújított Bújtosi Városliget sétánya a néhai díszpolgár Margócsi József nevét veszi fel. Megyénkben is felkészültek a térre az esetleges rendkívüli időjárási körülményekre, hangzott el a Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon. Egyeztetésre, értekezésre hívták a Megyei Védelmi Bizottság elnökét, valamint azokat, akik részt vehetnek egy-egy téli katasztrófa helyzet kezelésében, felszámolásában. Csütörtökön adta át a Nyíregyházi Egyetem rektora az intézmény 4 diákjának megítélt nemzeti felsőoktatási ösztöndíj dokumentumait. Az anyagi támogatás 10 hónapra 40 ezer forint ösztöndíjat jelent. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, legfrissebb információkkal pedig holnap is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!